Sziasztok srácok, üdvözöllek! Mert neked storeworks fogunk, és a mai videóban bemutatom nektek, hogy hogy szoktam modular építeni, és régóta szeretnék egy buggyt építeni, ilyen homokfutóton, mert gyorsan oda lehet érni bárhova, és ehhez tulajdonképpen szükségem van most egy modular re és gondoltam, mivel sokan szoktátok kérdezni, most bemutatom nektek ezt. Jogosan kérdeznétek, hogy miért jó nekünk, hogyha a játékban moduláris motort használunk. Erre nagyon egyszerű a válasz, nagyon keveset fogyaszt, és ehhez képest nagyon erős lesz. Tulajdonképpen a, a játékban alapvetően megtalálható dízel motorok, lepkefingok egy moduláris motorhoz képest, már a közepes moduláris motor is kegyetlen erőre képes, ami viszont a hátránya, hogy nagyon melegszik, úgyhogy a hűtésre fokozottan kell figyelnünk, illetve bonyolult. Szóval ezt azért is mondom inkább bemutatónak, mint tutoriálnak, mert én sem tudok ezzel kapcsolatban mindent, és én is inkább túl szoktam biztosítani, hogy jól működjön, mint tudom minden egyes apró fortéját, úgyhogy nektek is azt ajánlom, hogyha megpróbáltok egyet építeni akár ezen videó alapján, utána kísérletezzetek vele, és akár nyugodtan osszátok meg a saját tapasztalataitokat itt a komment szekcióban is, hogy vágjunk is bele, nyomunk egy tabot, ugye már beírtam itt, hogy modulára, hogy láthatjátok, és mindent látunk, ami egy moduláris motorhoz szükséges, mi egy egyszer egyeset fogunk csinálni, és az első, amit le kell raknunk, az a crankshaft lesz, ami tulajdonképpen a fő tengely lényegében, ebben van egyszer egyes, háromszor egyes, 3x3-as és 5 x 5 Az 1x1-es is ö, elég erős tud lenni, ugyanis annyi hengert rakunk rá, amennyit csak akarunk. Na most ö, csináltam egy alapzatot, amúgy megcsinálhatjátok ezt ö, úgy is, hogy minden oldalán van henger. Ami fontos, hogy van egy ö, kör ö, lényegében, ahol a tehát a tengelyen el fog helyezkedni, tehát a tengely kimenete lényegében az, az ez az oldal, és erre kell egymás után ide pakolni őket. Most ezt a három blokkot rakjuk egymás után, és akkor hat ö, hengert fogunk erre fölhelyezni. Fontos, hogy ezek a, ezek a szürke négyszög sarokban lévő mintázatú ö, cuccok legyenek az oldalán, és ugye tényleg középen legyen a, a tengely rész, erre kell odafigyelni, és akkor majd ö, egységesen fog működni ugye itt kiválasztjuk a Modular Engine szilindert, e, ez lesz ugyebár a hengerünk, ezt is tetszőlegesen tehetjük. Tehetünk akár úgy is, hogy, hogy, hogy itt teszünk egy párat, ugye itt most tükrözte, úgyhogy odarakta, lehet, lehet így is. Ez igazából lényegtelen, hogy hogy rakjátok le ezt a saját tetszéseitek szerint, illetve az adott járműve ö, adott hely szerint tudjátok ö, lepakolni. Most mi, hogy egységes legyen, így két oldalra fogjuk lerakni, ez ilyen boxer motor feeling talán, fektetett henger elrendezés. Maradjunk ebben, és így fog nekünk ez működni. A hengereknek az oldalán látjátok ezt a négy lukas kimenetet, vagy éppenséggel bemenetet, ugye ez ki és bemenet egyszerre. Ezeken keresztül ugye csatlakoznak össze a hengerek is, és elméletileg az üzemanyagon, hűtésen, levegőn és kipufogógázon gázon osztoznak, de én azt vettem észre, hogy akkor jönünk a legjobban, hogyha összekötjük az összeset. Na most pont ez egy olyan dolog, ami én inkább túlbiztosításnak hívom. Van egy a... itt a, az alkatrészek között egy úgynevezett modular engine manifold, és én én ezeket össze szoktam kötni. Itt is odafigyelünk, ugye, hogy csatlakozási pontoknál legyenek összekötve. Ebből sajnos csak ö, sarokcsatlakozó, ilyen 90 fokos törés van, egyenes, illetve t-csatlakozó, úgyhogy... Én ezeket így össze szoktam kötni, illetve a két oldalt is. Tehát, hogy az összes henger egy adott rendszeren legyen, ezáltal majd osztozni fognak a, a négy fő elemen, ugye ki és bemeneten, tehát a kipufogógáz, a levegő, az üzemanyag, a hűtés, ugye, ami nagyon fontos lesz nekünk. Így most összeszedtük az összes hengernek a, a ki és bemenetét, és... Kivezettük ide szépen oldalra, hogy itt majd egymás után meg fogjuk tudni csinálni magunknak a dolgokat. Majd utána visszatérünk még a moduláris motorunkra, ugyanis magára a főtengeire nem csak a hengereket tudjuk tenni, hanem például van uh, hőmérséklet szenzor. Ez nagyon fontos, mert túlmelegszik, úgyhogy ellenőrizni kell. Én azt szoktam ajánlani, így... Uh, ismerősöknek is, akik kérdezték, hogy valamelyik középső hengerre tegyétek, mert szerintem az jobban melegszik, de nem tudom el se pontosan, hogy tényleg meg van-e csinálva a játékban. A valóságban is úgy van, feltételezhetően a játékban is gondoltak ilyesmire. Először rakjuk fel ezeket a ö, dolgokat, amik ahhoz kellenek, hogy a motort majd be tudjuk indítani. Nos... Először is kell nekünk egy kipufogó kivezet, Modular Engine Exhaust Manifold, ebből van egy egyenes, illetve van egy ilyen tört verzió, ezt nem kell nagyon túl gondolni, erre felrakunk egy sima exhaustot, és akkor itt fog távozni ugyebár a kipufogó füst, erre lehet katalizátor tenni, és akkor kevesebb füst lesz, ez már rajtatok múlik. A következő, amire szükségünk lesz, visszamegyünk oda, hogy modulár, az a levegő. Itt az első elem lesz a Modular Engine R Manifold, Őt fogjuk ide letenni szépen, és őre fogunk tenni egy air filtert. Azért air filtert használok, mert ez az elem csak a levegőt engedi be. Úgyhogy ha véletlenül víz alá kerül a motor, akkor, akkor nem fog vizet nyelni és ezáltal lehalni, hanem nyilván meg fog állni, mert nem kap levegőt. De miután kijön a vízből, újra tudjátok használni úgyhogy ilyen kétéltű járműveknél lehet ennek létjogosultsága, meg hát igazából két percenként jön a cunami, úgyhogy ez egy ilyen játék. Én azt hallom, hogy hogyha csak levegőt akartok bejutatni, akkor mindenféle ezt használjátok. Úgyhogy ezután következhet a modulár engine fuel manifold, így van. Ugye ezen keresztül fog jönni majd az üzemanyag nekünk. hogy egy egyszerű tanket ide rakunk, ugye üzemanyag tartályt, tök fölösleges hozzá, elég lesz egy oldalra is, tök hozzá nekünk most itt ö, nagy pumpákat csinálni, mert nem kell ö, erre most itt gondolnunk, egy ilyen motornál, majd nyilván a bagiba, hogy én ezt belerakom, majd azért ez át lesz rendesen tervezve, ez most csak így a, a példakedvért ö, szerepel, így ugye alapértelmezetten dízel van egy tartályban, de azért mindig le kell csekkolni, hogy biztosak legyünk benne, úgyhogy megvan már három dolog, és jöhet a hűtés. a motornak Azért is ekkorát választottam, hűtés tekintetében bőven elegendő egy 5x5-ös elektrik radiátor. És nagyjából ez az a határ, ahol, ahol erre ezt lehet mondani. De most egy kicsit beszéljünk a motor működéséről, ami nagyon fontos. Ezt a motort úgy fogjuk majd elindítani, hogy lesz rajta egy indító, és a levegő, illetve az üzemanyag szabályozásával fogunk gázt adni ennek a motornak. Nagyon fontos az arány. Egy egység levegőhöz fél egység üzemanyag jön. Ez most bonyolultan hangzik, de mindjárt meglátjátok, hogy annyira mégsem az. Az a lényeg, hogy ezt egy PID-del szoktam vezérelni, és akkor én beszoktam ülni egy CLRPS-t, ami ezzel kapcsolatban még fontos, hogy a moduláris motorok mindegyike tudtommal 60 max fordulatra képes másodpercenként. Ha 60-on forgatjátok, akkor nyilván gyorsabban melegszik. A leges-legnagyobb hőtermelést viszont akkor produkálja, hogyha, hogyha max gázon van, és nagy terhelés is van rajta, tehát rengeditek a kuplungot, és baktattok fel a hegyen, akkor azért tud melegedni, tehát terhelés alatt nagy gázon melegszik a legjobban, nyilvánvalóan. Úgyhogy erre oda kell figyelni, és egy ilyen motor, egy 5 x hűtővel, olyan max 25-30 RPS-nél megáll olyan 80 fok körül, legalábbis meg kell állnia, ezt ki kell tesztelni, és a járművetekkel menni kell, és terhelni kell. Ezt úgy kell használni, ezt a motort én legalábbis úgy szoktam, hogyha olyan szituáción, akkor megpörgetem, és figyelek a hőmérsékletre, amúgy pedig, hogyha ezzel a hűtéssel, amit most erre föl rakni, ez a motor ilyen 20-as fordulaton menne, akkor szerintem az teljesen vállalható lenne, és nem melegedne túl. Miről, mikor beszélünk túlmelegedésre, ez nagyon fontos, 100 fok felett, olyan 100, inkább 110 fok felett szokott kigyulladni a motor, amit ugye nem szeretnénk. Úgyhogy ezért kell hűtenünk, úgyhogy tegyünk rá gyors egy hűtőt. Hűtőt hogy teszünk egy motorra, egy ilyen motora? Én szoktam tenni pumpát rá, most ezt nem tudom, hogy hogy tegyem rá szépen, mert annyira sok helyünk nem maradt. <laughs> Na mindjárt itten kitalálok valamint felraktam kettő nagy folyadékpumpát, ugyanis minél nagyobb ugyebár a hűtőközeg áramlása a csövekben, annál gyorsabb lesz a hűtés, úgyhogy annál hatékonyabb. Én ezt szoktam használni, mert igazából ez egyszerű, ebből is lehet számos másféle pumpa módot alkalmazni, és akkor ezt bekötjük egy, egy 5x5-ös hit radiátorra, Hát nem lett a legszebb, azt aláírom, de remélem látható. Sőt, megjelöljük színekkel a dolgokat, miőtt itt teljesen összekuszálódtok. Kékkel szoktam jelölni általában a hűtőkört. Nagyon fontos, hogy a, a moduláris hűtő, a modular engine coolant manifold az mind a két oldalon kvázi AB ki- és bemenettel rendelkezik, úgyhogy mindegy, hogy melyik a ki és bemenet. Itt a pumpák irányára kell odafigyelni, ugyebár, hogy egy a folyadék iránya egy egy körbe haladjon, és megfelelő irányba nézzenek, ugye ennek a hűtőnek is lényegében mindegy, hogy melyik bemenetén van a be és kimenet, itt is AB-ről beszélünk. Ugye maga az üzemanyag, én azt ilyen lilával szoktam jelölni, ugye a is a legtöbb esetben ezt szoktátok látni, a levegő az, az fehér, de itt nem is tudjuk ezt a pár festeni, a kipufogó pedig természetesen ilyen kis fekete szokott lenni. Ez a motor még nincs kész, ugyanis kell rá ö, indító, valamint kuplung, és ugye az RPS-t le kell róla vezetni, magát a fordulatot. Nos, be van nekünk továbbra is írva, hogy modulár, és itt vannak nekünk ilyen modular engine drive beltjeink, ugye ebből is van 1x1, x 3 és 5 x Nekünk most az 1x1-es fog kelleni, és itt is ugye odafigyelünk, hogy a tengelyre ö, megfelelő irányba csatlakozzon fel ugye ez a kör alak, és ezt így fölhelyezzük. Ennek a drive beltnek ö, minden oldalán található ilyen kis csatlakozó, hasonló ugyebár ahhoz, ami a főtengen is látható, csak ez ilyen kis téglalap alakú. és Ide kell nekünk az engine startert fölraknunk, ami ugyebár a motorindítónk lesz, ez kvázi az önindító. Nagy motoroknál van, hogy többre is van szükség, 5x-nél érdemes rakni kettőt, amúgy az egyszeregyes is el fogja tudni indítani. Ugye ez nyers árammal tulajdonképpen egy elektromos motor, ami ami berántja a motort, hogy el tudjon majd indulni nekünk, egy alapfordulatot ad, úgyhogy ezt ide szépen rárakjuk, majd hogyha leszpónoljuk a motort, akkor ez majd tök jól fog kinézni. Valamint én ajánlom, hogy tegyetek modular engine alternátort is, hogyha már forog a motorotok, akkor miért ne termeljen egy kis áramot is, úgyhogy ebből egy párat rá lehet tenni. Olyan sok áramot azért nem termel, de szerintem jó pofa, meg érdemes úgyhogy az mindenféleképpen jó. És a modular engine részlegben van nekünk itt egy klácsunk is, ami kvázi a kuplunk. Ugye ezt kell rátennünk ahhoz, hogy meglegyen az RPS kivezetésünk. És ez szimplán csak így, így elvezetem, és akkor majd mindjárt itt Kihozzuk oldalra, és akkor valamit rákötünk, hogy lássátok, hogy ténylegesen működik a történet. Teszünk rá egy ilyen ventilátort, és akkor azon majd látjuk szépen, hogy itt valami történik, az majd szépen elkezd forogni. Ugye már az RPS kivezetést is uh, szép narancsárgával fessük le, és akkor kicsit átláthatóbb a történet. Így már nagyjából kész a motorunk. Most már csak be kell konfigurálni. Természetesen egy baterire, egy aksira uh, szükségünk lesz. Hát most egy kicsi is bőven elegendő, és akkor átmegyünk ugye itt a Logic Főre, Electricity. Szépen bekötünk mindent, nagyon fontos bekössük ezt is itt fönt, így né, és akkor most kezdődhet a, a fun part, most egy olyan rendszert fogok nektek bemutatni, ahol egy célfordulatot adunk a motornak, amihez ő mindig megpróbálja magát tartani, és ahhoz adagolja a gázt, úgyhogy szükségünk lesz gombokra, kell nekünk egy key button, ezzel fogjuk majd most felkapcsolni az egész rendszert, kell nekünk egy push button, ami csak arra lesz jó, hogy a motor indítását elkezdjük, kell nekünk egy small keypad, ugyanis itt fogjuk megadni azt a cél fordulatot, amit szeretnénk elérni, ugye ez ami a max. 60 lehet. Ezen felül kell nekünk egy pár dial, amint kírunk majd olyanokat, mint mint motorfordulat, ezt felrakhatjuk mondjuk oda, hőmérséklet visszajelző, én azt mondanám, hogy az egyszerűség kedvéért tegyünk le egy széket, mert ö, úgy jobban fogunk járni, azt mondjuk neki, hogy seat, és egy sima drive seat-et fogunk ide most letenni, innen úgy is látni fogunk minden kis kijelzőt, és szükségünk lesz még egy dologra, amivel a kuplungot fogjuk kielezni, ugyanis a WS-sel fogjuk a kuplungot irányítani. Haj, kötögessünk össze szépen mindent, ismételtem minden megkapja, ugyebár az áramot. Így, ez megtörtént. Szükségünk lesz a legbonyolultabb része a dolognak egy pit kontrollerre. A pit kontroller fogja nekünk azt majd meghatározni, hogy mennyi üzemanyag és levegő jut be a rendszerbe. Ehhez kell egy, hát lehet konstans ont is használni, vagy pedig ugyebár van nekünk itt ez a kapcsolónk, ami ugyebár itt az egész rendszert fogja fölkapcsolni. On, off. És akkor azt mondjuk neki, hogy ő fogja felkapcsolni ezt a pit kontrollert, ő fogja felkapcsolni a két vízpumpát, illetve magát a hűtőt is ott fent. Most legalább ezt akkor letudtuk. Sőt, ha már itt vagyunk, akkor ugye van nekünk a motorindítónk, az egy engine starter lesz. És akkor őt is bekötjük oda az engine starterhez, és akkor mivel már itt van lent a pidünk, akkor van ugye bár a target RPS-ünk. Azért angolul írom, mert általában felszoktam tölteni workshopra a járműveimet, és hogyha külföldiek találják meg, akkor nyilván ők is értsék. Meg a játék is angolul van, szóval így nem tudom, nekem szimpatikus, nyilván ti úgy nevezitek el, hogy szeretnétek, tehát ez, ez egyéni preferencia. Itt az outputját, ez most nagyon fontos lesz, a setpoint-hoz kell behelyeznünk a PID-be, ugye ez fogja megadni a célt, amit el szeretnénk kérni, és van nekünk itt egy process variable-ünk, ami bár az az érték lesz, amivel dolgozni fogunk, amihez ugye bár igazítja itt az értékeket, hát itt valamelyik ö, tengelyről a fordulatot levesszük. Ez lesz most nekünk ide fontos. Mielőtt a PID-del még tovább mennénk, hogyha már itt elkezdtük ezeket a kijelzőket megcsinálni, akkor ö, csináljuk meg itt a hőmérsékletet, ez lesz a temp amúgy engine temperature-t szoktam, de lényegtelen. 100, legyen 110, ugye bár nagyjából az lesz az a tartom, működni fog. Egy RPS. Az RPS nullától 60-ig mehet úgyis csak, úgyhogy ez nekünk így tökéletes lesz. Ugye az engine RPS-ét azt bármelyik, ugye mindegyik ugyanazt az értéket adja vissza, hisz egy adott motorról beszélünk, amit tökéletesen össze van kötve. Ma úgy klácsokkal lehet itt játszani, hogy, hogy plusz motor, lekapcsolható motor, stb. De az bonyolult dolog, úgyhogy ne is menjünk most ebbe bele. Hőmérséklet, ugye a hőmérsékletet ebből a fönti egységből fogjuk, amit ugye ide tettünk középre, ebből a hőmérséklet szenzorból kiszedni. Ugye itt láthatjátok, ő az, ő vissza nekünk ezt a számot, és kelleni fog nekünk, ugye bár itt a föntihez egy, egy a dupla véről. Egy plusz-egy mínusz egy érték, ugye ez a, ez a klácsunk lesz. oké, okay, Beírtuk, hogy klács is elneveztük, nagyon szuper, és ezek után térhetünk vissza a pid -hez. Nos, a PID értékeit meg kell adnunk első körben. A PID első értéke 0,08 0,001 Bocsánat, egy nullát kihagytam, és ezt rakjuk be ide is. Hát a Bayron Max, Max nak az egyet, de ez nem mindig szokott jól működni, úgyhogy le fogjuk ezt klempelni. A klemp az azt jelenti, hogy a PID-ből érkező érték bevezetődik ebbe a klempbe, és hogyha mondjuk ez a szám ugrál mínusz 5 és plusz 10 között, akkor az alsó és a felső érték az, maximum mennyi lehet, ami ebből kimegy, tehát ő lekorlátozza. Úgyhogy ez egy ilyen biztonsági kapu tulajdonképpen nekünk. És emellé még egy, egy is szükségünk lesz, egy függvényre, amivel ugye ugyebár a felezést fogjuk megcsinálni szorozva 0,5-tel, majdnem a 3,6-tal szoroztam, ami a kilométer per órához kell. Oké, ezt átvezetjük ide. Miért volt erre szükség? Ugye bár a levegő egy maximumon, úgyhogy megkeressük a levegőt, ez az üzemanyag, ez pedig a levegő, és az üzemanyagot pedig bekötjük erre a, erre a félel szorzott értékre. Így már a pidünkből az üzemanyag és a levegő vezérlése is megtörténik. Eljutottunk oda, hogy most már be kell indulnia a motorunknak. Megnézzük, hogy ez tényleg így van-e. Hát ez jól le is esett. Ugye bár ide jövünk, felkapcsoljuk magát a rendszert, beírjuk a Target RPS-hez mondjuk, hogy 20, és ráindítunk. A motorunk működik. Látjuk, hogy hát 19 most a fordulat, amit tart. Ugye a PID értékeivel játszani kell, hogy minél jobban megközelítse azt az értéket, amit megadunk neki. Itt hogy látható, hogy a PID-ből milyen ö, értékek jönnek ki éppenséggel. Azért, mert ugye nekem be is van kapcsolva, hogy ilyen részletesen lássam a, a dolgokat. Ugye a hőmérséklet is most növekszik jelenleg. És hogyha mi ide jövünk, és szépen uh, itt megadjuk neki, mondjuk, hogy a target terpés 40 legyen, akkor már pergeti is, sok jobban megforgatja a motort. Beírjuk neki, hogy mondjuk 65, egy picit többet írok, hogy meg legyen a 60, akkor 60-nál maximalizálódik is, tehát most hiába írok 100-at. 60 lesz ugyebár a max, amit forogni tud és már melegszik is, mint a rossz amúgy, hát szépen lassan melegszik a motorunk. Na szeretnénk, hogy a hajtás is működjön, és szeretnénk azt, hogy ez megfelelően ö, használható legyen. A ha hajtáshoz annyi tippet adnék, hogy muszáj belemennem egy picit itt a klács, klácsos dolgokba, egyrészt ugye a WS-re szeretnénk tenni a klácsot. Ez a kláccsal, tehát a kuplunggal fogjuk befolyásolni azt, hogy ö, mikor kapja meg a kerék, a propeller, vagy bármi, amit meg szeretnénk hajtani, azt a, azt a, fordulatot, amit a motor termel. A ws ugye ami a W esetében egyig, az esetében mínusz egyig képes menni maximum érték, nem resetre, hanem stickire fogjuk tenni, majd látni fogjátok, hogy nyomom a gombot, hogy változik, és ezt most ráköthetnénk egyenesen a klácsra, de az lesz a probléma, hogyha mi tolatást is szeretnénk belerakni a járművünkbe, akkor a nulla alatti értéknél a klács nem fog befogni, úgyhogy én egy abszolút értéket szoktam berakni a rendszerbe. Az abszolút érték, ugyebár matematika, nem tudom, első, második osztály, nem, tényleg nem tudom, mikor tanultuk. A lényeg a lényeg, hogy ugyebár ha mínuszba is megyünk, az abszolút értékkel, ugyebár ez egy plusz érték lesz úgyhogy ezt rákötjük a klácsra, és ez azért jó nekünk így, mert utána egy threshold géttel le tudjuk ellenőrizni, hogy nulla alatti értéket ad-e a WS, és ezáltal tudunk majd egy, egy váltót rükvercre állítani, úgyhogy ezt az értéket ellenőrizzük. Ezt nem tudom egyszerűbben elmagyarázni, sajnálom. Úgyhogy igen, most már elméletleg ennek működnie is kell, ugye a klácsot itt mindjárt ki is fogjuk jelezni, most hátra én nem fogok most itt rárakni, csak most így érítőlegesen elmondtam, hogy ez hogy működne. Most ide beszálltunk, ugye látjátok, hogy ahogy nyomom a, a duplavét, most a duplavét nyomom, elmentünk egyik, nyomom az est, megyünk szépen mínuszba. És ugye bár alapesetben csak 0 és 1 közötti értéket fogad el a kuplunk, így viszont ugye, hogyha a mínuszba visszük, akkor az abszolút érték által, ugye láthatjátok, hogy ugye amit, amit kiad az, az már nem mínusz, hanem plusz. Megfordítja itt nekünk a dolgokat, úgyhogy uh, adunk neki egy target rps-t, mondjuk 20-at bebikázzuk, és akkor szépen bal fent, hogyha figyelitek, elkezdem a klácsot ráengedni szépen egy picit a motor haladszódik is, hogy kicsit visszaesett a fordulat, de már ott az pörög is szépen ugye nem szabad egyből ráengednünk mert akkor okozhatunk olyat, hogy lefullasztjuk a motort. Összességében amúgy az egyszer egyes, egy moduláris motor nem erős. De ez olyan, mint egy vankel motor. Bármeddig bővíthető. Szóval csinálok bőle egy nagyobbat, belerakom egy bagiba, megtervezem, és megnézzük, hogy milyen. Jó pár óra építkezés után elkészült ez a kis buggy, amely méretihez képest nagyon sok hasznos funkcióval rendelkezik, és rettentő mobil is lett. Főleg itt a sivatagos területen lehet vele csapatni. Egy 12 hengeres moduláris motor került bele, és a példához képest ebbe dupla akkora hűtés került, tehát két darab 5 x elektromos radiátor került fel, így 30-as RPS mellett bátra lehet használni, és igazából az bőven elegendő neki, repül, mintha kötelező lenne, mindenféle földi jóval érzékelővel fel van szerelve, úgyhogy ezt mindjárt végmutatom nektek. A színeket megtartottam, hogy nagyjából lássátok majd így egyből, hogy mi micsoda, illetve hogy mi hova tartozik, de hátra került ugye a motor részleg, négyen férnek el benne, ugye ezzel lehet menteni, ilyen dobozokat keresgélni, állatokat, valamint kisebb járműmentési feladatokra is, esetleg javításokra tökéletes lehet. Maradj rajta egy rács, ez azért kell, hogyha ütközöl, esérüljön először. Úgyhogy, mert az elejébe a műszerfalnál van píd meg egy pár ilyen kontroller, úgyhogy annak nem baj, hogyha nem kap ütést. Nos, gyors végszaladunk rajta, ide rejtettem ugye a sebességszenzort, itt van nekünk kötelünk, van vincsünk, van sima lámpánk elől, van tetőlámpánk, ott van hőmérséklet, radioaktivitás érzékelőnk, ezen kívül poraloltó, valamint elsősegélykészlet, hegesztés, hogyha valami megsérülnek, akkor meg tudjuk javítani. 1010 liter dízelünk van, most éppenséggel itt a csövekben folyik egy picit szét, azért látjátok, hogy így a számok picit váltakoznak és az bőven elegendő nekünk nagyon sokáig, majd látni fogjátok ott középen kijelzi nekünk, hogy mennyi üzemanyagunk van, itt lehetne hogy leereszteni a rendszert, hogyha vétel valami rosszat töltenénk be, és itt lehet feltölteni az üzemanyagrendszert, van nekünk a szélsők, hogyha jól emlékszem, féklámpák, hogyha behúzzuk a kéziféket, akkor azt látjuk, illetve hogyha elkezdünk tolatni, tehát ugye a WS-t használva, ugyebár az S-sel kerülünk, akkor ez lámpaként bekapcsol, föl lehet rámászni, természetesen. Itt van ö, fűtőszál, hogyha hideg területen szeretnétek használni, bár nem tudom a játékosok hány százaléka játszik éjszakon a hideg területen, de annál is tudod, évettek ezzel, mondjuk ott nem sok út van, akkor azért nem fogtok megfagyni. Ö, ruha nincs benne, de oda egy 3x3-as ruhatárulót szükség esetén be lehet rakni lecsücsenünk a székbe, és hogyha kívülről megnézzük, akkor a tetőn már a szemfülesek észrevehetik ott középen az esőérzékelőt, a szélérzékelőt, van egy pár ö, csatlakozó pont, illetve tetőlámpák oldalra, hátra és előre. Itt ugye ezek például indexek, hogyha nagyon kifordítjuk a kereket, akkor indexel. <laughs> Bár őszintén ezek az ez inkább idegesítő, mint hasznos, de ez is van. Ugye ez a kézifék, amit mondtam, illetve hogyha rükverszbe vagyunk, akkor így fog majd világítani. Nos, lássuk a műszerfalat. Bekapcsoljuk a rendszert. Mögöttünk a hűtés már be is kapcsolt. Balent látjuk majd a motornak a hőmérsékletét. Jobb oldal tudjuk majd ugye a motornak az indítását elvégezni. Miután természetesen adtunk neki egy CLRPS-t, mondjuk ez legyen most 30. Ugye mondtam, hogy azzal már teljesen optimálisan működik a gép, és azzal nem lesz különösebb problémátok, hogyha esetleg kipróbáljátok. Úgyhogy egyből be is lehet röffenteni, látjátok, szépen tartja. és kicsit ingadozva, de majd -e szépen beáll. Ott van nekünk egy klácsunk, hogy azért lássuk, hogy hanyas a kabát, ugye. Négy kerék meghajtás után összkerekes a, a, jármű. Úgyhogy minden kerék hajtott, ez azért kell, mert a játékban a tapadás az inkább nincs, mint van. Hiába használ az ember grippes kereket, vagy bármilyet. A lánctap az egyetlen talán, ami jól tud tapadni. de lényeg a lényeg, hogy összkereket kapott. Ugye itt látjátok a sebességet, itt látjátok az üzemanyagot, az ilyen sebességgel hogy Jelen pillanatban, úgyhogy nem kell túl gyakran újra tölteni. Egy külső hőmérséklet, ugye a sivatagban vagyunk, úgyhogy itt viszonylag magas. Innen lehet a vincset irányítani, amiatt az órán található. Egy esőszenzor, ugye százalékban szélérzékelő, valamint a radioaktivitás, amit megtalálható, és hirtelen ennyi. Próbáljuk ki a járgányt. Ugye most be van húzva a kézifék, úgyhogy azt kiengedjük. Hátulra tettem amúgy katalik konvertert, hogy Hát, hogyha úgy van, akkor kevesebb füstöljön ki. Füstöl. Nagyon. De ez nem jött össze. Ráengedjük szépen a kuplungot óvatosan, ugye? Hogy gyorsulunk, ugye egyre jobban veszi fel a sebességet. És hát az utazó tempunk az olyan közel, közel 130? Nyerünk, gyorsulj még kicsit. Olyan 200, 150-200 környékén van. Folyamatosan elkapar. Tehát inkább driftelve fogsz vele közlekedni. De! Mutatom a tricskert. Természetesen össze lehet törni. Tehát benne van a pakliban, hogy összetörítek. Kapcsolok egy kabinvilágítást, meg egy frontlightot amúgy. Tök jól néz ki amúgy a gajtörő rács. Visszaveszünk egy kicsit az RPS-be egy olyan 15-re, hogy azért... Amúgy 15 is lehet menni. Itt a messzes! Plotty! És mehetünk is tovább. Szóval ezért kellett nekem egy buggy, hogy nyugodtan tudjak rodeózni nagyobb sebességgel is. Ilyen 15-ös RPS-re is amúgy el lehet vele menni gyorsan. Most itt kicsit itt a domborzat között minket. De amúgy egy ilyen 20 azért bátrabb a járgány. Itt szépen rángedjük és azzal, azzal már szépen gyorsul egy 20-as target rps Hogyha nagyon siettek, amúgy fel lehet veretni mondjuk egy 50-esre. És akkor egyből elkapar, mint az állat, csak most ki is fordultunk egy kicsit. Ez mit van, form egyes autó. Igazából fel is vette a forgulatot. Tehát mindjárt 50-nél vagyunk. Azt vereti neki 200 itt már az a probléma, hogy egy kisebb bukanonál túlságosan elemelkedik, mint valami repülő. Ott egy boci. Ott vannak bocik. De lehet állatokat keresni vele, hogyha esetleg valakinek arra van szüksége. Már 50 Celsius foknál tartunk. Kicsit elkezdett melegedni a történet. Vagy rápörkölünk. Hopp, itt vannak például ezek a ládák, amikről az előbb beszéltem, hogy ilyeneket is lehet keresni. Ott meg valami gyík fejjel lefelé megy. Meg tudunk fordulni, kicsit ilyen... Ilyen viccesen, vannak ilyen ládák, ezek amúgy pontosan mire jók? Nem szoktam ezeket használni. Lefullasztottam közben. Collect loot. 9500 cash, hát ennyit fizetnek bizonyos küldetések, hülye vagy? Ezeket rendesen jó megkeresni. Szerintem most már sokan értitek, hogy eddig miért nem uh, csináltam tutorial videót külön a moduláris motorról. Elég bonyolult, és, uh, és tényleg sok-sok tényleg kísérletezést és próbálkozást uh, igényel ahhoz, hogy az ember igazán ráérezzen. És nem is tudom ezt olyan jól elmagyarázni szerintem. Ezt a komment szekcióban nyugodtan írjátok le, hogyha kérdésetek van, vagy ti valamit uh, másképp szoktatok csinálni, nyugodtan osszátok meg a többiekkel. És hogyha minden igaz, ez a kis járgány is fel lesz, le tudjátok tölteni, ki tudjátok próbálni. Persze össze lehet törni, hogyha nagyon, nagyon csapatjátok vele. Most itt uh, 30-as RPS-re belőttem, ilyen 150 környékén amúgy nagyon, nagyon frankó lehet vele közlekedni. Szerintem egy tök jó kis felfedező jármű lett. Kellett már egy ilyen, mert uh, tök sokszor van az, hogy így valamit ki kéne vinni, és akkor ah, melyikkel menjek, terautó, az a lassú, mert mire beindul, mert mit tudom én. Ez meg látod, itt megy, ez csapatja. el. És hogyha sötét van, mindjárt csak sötétet. Euh, tudunk mindenfelé, mindenfelé világítani. Oda néz. Micsoda felfedező. Mondjuk itt szerintem előre kicsit sokat világítunk, úgyhogy sima frontot lekapcsolom. Azt itt lehet felfedezgetni, tehát hogy, hogy azért ez így, ez így elég menő szerintem. Bár nyilván a saját járművem nekem biztos tetszik. Azt, mondja, hogy nektek tetszik-e majd ezt a komment szekcióban Igen. Nice. <laughs> Majd el is felejtettem az egyik legfontosabb dolgot, hogy van benne Duda. <laughs> És rendesen tök jó, úgyhogy lehet jelezni a haveroknak, hogy szevasztok, megjöttem. Én 200 is tudok menni a síkságon, ő vigyázva óvatosan kell használni, de hogyha, hogyha észre vezetitek ilyen 150 környékén, nagyon frankó kis járgány. Ha tetszett ez a videó, srácok, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretnétek és vélemtétek volna, meg iratkozzok fel. Komment szekcióban jelezzétek, hogy mennyire volt érthető ez a kis modular tutorial. tutoriál. Próbáljátok ki, próbálkozzatok vele, és a workshopban hamarosan elérhetitek majd ezt a járgányt. Csekkoljátok majd le. Jók lehetek, szevasztok!